Józsa András kalandos és színes életéről mesélnek ezek a tárgyak. Az emlékszoba a Nyíregyházi Józsa András Múzeumból költözött a Nagykálói Vár és Örökségvédő Alapítvány belvárosi kiállító termébe. Józsa igazi polihisztor volt, nagy tudású orvos és a magyar régészet jelentős személyisége, aki több szálon kötődik Nagykálóhoz. Az itt töltött évei alatt ő vette át a Korányi Frigyes által alapított kórházat, melyet 8 ágyasról 84 ágyas komoly intézménnyé fejlesztett. Gyermekei is Nagykálóban születtek. Józsa András Múzeumtól Körösfői Zsolt keresett minket, hogy mivel a múzeum bezár, és még 2,5 évre ki kell állítani a Józsa András kiállítást, ezért úgy gondolják, hogy Nagykálóban jó helye lenne. Mivel nagykálói kötődésű orvosról van szó, 20 évig Nagykálóban élt, így mi ezt örömmel fogadtuk ezt a kiállítást, és még nálunk kell 2,5 évig lennie, azután kell visszaadni a múzeumnak. Most ez áll egy Józsa András emlékszobából és a Korhányhegynek a feltárásából. Szervezetlen formában, civil kezdeményezésből jött létre a Nagykálói Vár és Örökségvédő Alapítvány. Céljuk az volt, hogy a település egykori várának történetét az utókorral is megismertessék. A város múltjának feltárását végző civilek erőfeszítéseit látva, az önkormányzat ezt az épületrészt adta használatba a szervezet számára. Az alapítvány 3 hónap alatt újította fel a rossz állapotú termeket, már a munkafolyamat alatt több tárlat megrendezésére is lehetőséget kaptak. Az önkormányzat részéről kerestek fel minket, hogy van egy tanári könyvtár, ami a Nagykálói Főgimnázium tanári könyvtára. Ezt a könyvtárat felajánlanák az alapítványnak, mert tulajdonképpen nem találnak helyet neki. Nem akart vele különösebben senki foglalkozni, rossz állapotú könyvek voltak bedobozolva, megtisztításra, javításra vártak, és persze könyves polcot kellett nekik készíteni. Na most ezek a könyvek láthatók a legszebb termünkben, a könyvtárteremben, ez körülbelül 3000 darabból álló könyvtár. A kiállítótér Keresztúri Sándor nagykálói festőművész 60 év a festészetben című jubileumi tárlatának is otthont ad. A tárlatok augusztus végéig még megtekinthetők a kiállítótérben. Szeptembertől ugyanez a helyszín a vár történetét mutatja majd be, az épületrész pincéjében pedig a tervek szerint börtönkiállítást is rendeznek majd.